Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és az Úr áldását kívánom, hogy ezen délelőtti óra is arra vezessen bennünket, hogy éreztük, hogy jelen volt maga Jézus Krisztus is. Egy kérdéssel szeretném, hogy foglalkozzunk, de nem csak én, hanem ti is. És nem csak, hogy a kérdéssel foglalkozzunk, hanem hogy válaszoljunk is a kérdésre. A kérdés így hangzik. Van-e örömöd Krisztusban? Tudsz örülni, ha esetleg eltelt 10 év, 20 év, vagy talán sokkal több év? Még mindig van az a vágyad, hogy eljöjj Isten házában, és együtt örvendez testvéreiddel, és nem csak testvéreiddel, hanem maga az Úr Jézussal. Mert az Úr Jézus megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott jelen vagyok. Szeretném, hogyha éreznünk az ő jelenlétét, és ennek örvendenünk, és fejezzük ki a mi örömünket olyan formán, ahogy elvárja mi tőlünk. Pál apostol is megemlítette a Filippi beliekhez írott levelének 4. fejezetének 4 versében, szinte úgy hangzik, mintha olyan követelőzés módon mondja, azt mondja, örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. Megerősíti azt, hogy szükséges örvendezni az Úrban. Nem tudom, mennyire éreztétek életeteknek elmúlt idejében azt, hogy mennyi örömmel, mennyi szeretettel, mennyi sok minden elhalmozott bennünket a Jóisten, és sokszor nem fejezzük ki igazán azt az örömünket, amiben ő részesít bennünket. Habár azt szokták mondani, hogy hát ti hívők úgysem vagytok különbek, mert a Jóisten azt mondja, hogy nincs személyválogatás, nem tesz személyválogatást. Azt mondja, hogy a nap úgy kell fel a mi részünkre is, mint azoknak, akik nem törődnek Istennel. Isten nem tesz személyválogatást. Nézzük meg, hogy ezzel kapcsolatosan mit mond a zsoltáríró. Tudott ő is az életben olyan dolgoknak örvendeni, ami nekünk is bátorításul szolgálhat, hogy örvendezzünk az ő szabadításában, az ő gondviselésében. A Zsoltárok könyvének 4. fejezetének 12 versét szeretném, aki akarja, lehet folyt követni. Azt mondja, és majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vígadjanak a te, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Gondolom, hogy az a meggyőződésünk mindannyiunknak, hogy azért gyűltünk össze, mert szeretjük őt, mert együtt akarunk örvendezni vele, és együtt örvendezni mind abban, amiben részesít szüntelen. És azt mondja, amit szeretnék megismételni, azoknak különlegesen Isten elvárása az, hogy örvendezzenek, akik szeretik a nevét. Jézus Krisztust és az ő szent nevét. Ehhez hozzájárul az örömhöz, hogy valakibe tudjunk bízni. Az öröm akkor válik valóra, amikor tudunk megbízni valakiben. Isten oltalma láthatóvá válik, ha bízunk benne, hogy mindenkinek volt már alkalma és része örömben. Egy rövid gondolatokban összefoglalva szeretném említeni, lehetséges, hogy az életbe kaptatok valamit, amit örömmel fogadtatok, és örventetek neki. De megtörtént, hogy elveszítettétek. Mi történt akkor? Akkor is tudtatok örvendeni? Vagy talán szomorúság töltött el, hogy az az öröm, amiben részed volt egy pár perccel azelőtt, elveszítetted, és már nincs többet. Volt személy, akinek láttam ezt az örömét. Mennyire örült annak, amikor megkapta azt, amit kívánt, vagy amit szeretett volna.
De az is megtörtént, hogy elveszítette. És bárhogy próbált örülni, nem tudott már úgy örülni, mert tudta azt, hogy elveszítette. Mert egy olyan kincs volt, ami számára örömet hozott. És egyszer örömet hozott, és elveszítette, szomorúság töltötte el az ő szívét. Máskülönben az öröm mit hoz létre? Csodálatos érzés. Leginkább akkor hatja át lényünket, ha hozzá tudunk jutni valamihez, amit szeretnénk, és amiben szeretnénk, hogy részünk legyen. Vagy ahogy szokás mondani, szerencse ért bennünket, vagy valamely vágyunk teljesült. Nem tudom, már többször beszéltem olyan személyekkel, akik nagyon használják a szerencsét. Valaki meg tudná magyarázni nekem más szóval, hogy hogy lehetne ezt helyettesíteni, a szerencsét? Nekünk, én úgy gondolom, adventistáknak vagy hívőknek nem a leghelyesebb kifejezés, hogy szerencse ért. Mert én úgy gondolom, és az az én meggyőződésem, hogyha azt mondjuk, hogy a Jóistennek gondviselése által jutottam oda, ahova eljutottam, kicsit másképp hangzik, nem? Mint hogy szerencse ért engem. Mert azt mondják a közmondásban, a szerencse szárnyán jár, és boldog az, akire rászáll. Nem tudom, hogyha így is lehet mondani. Egyszerű jó hír, ha valakit egy jó hír érint, ez is örömet szerez. Nézzük meg a példabeszédek könyvének 25. fejezetének 25 versében, mire tanít, vagy milyen szavakat olvashatunk innet a példabeszédek 25. fejezetének 25. versében. Azt mondja, mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hír hallása. Valójában most is jó volna, ugye? Egy jó pohár hideg víz. Éreznük a lehűlést, mert valóban nagy meleg van. Tettétek fel a kérdést, meddig fog tartani ez a nagy meleg? Meddig lesz türelmünk még tovább viselni? Szerencse vagy Isten gondviselése ér bennünket, ha egy kicsit enyhébb lesz az idő, ugye? Melyiket válasszátok, a szerencsét vagy az Isten gondviselését? Sokszor úgy kell gondolkoznunk, ahogy Isten elvárja mi tőlünk. Volt egy személy, akit meg szeretnék említeni az Ószövetségből, akit nagy öröm ért. Elsősorban nem az öröm volt az ő része, hanem egy nagy bánata volt. De eljött az az idő, amikor örömben is lett része, és egy különleges örömben. A Mózes első könyvének 45. fejezetének 28. versét szeretném olvassuk el együtt. A Mózes első könyve 45. fejezetének 28 verse, amely így hangzik. És mondta Izrael, elég nékem, hogy Józsefet az én fiam, hogy József az én fiam még él. Lemegyek hát, hogy meglássam őt, minek előtte meghalok. Tudjuk az esetet, tudjuk Jákobnak a történetét, ismerjük. Gondolom, nincs egy olyan személy itt közöttünk, aki nem tudna valamit elmondani Józsefről, vagyis Jákobról. Tudjuk azt is, hogy milyen szomorúság érte annak idején, amikor az ő fiai, a többi testvérei Józsefnek azt mondták el az ő apjuknak, hogy meghalt. Nincs. Tudjuk azt is, hogy mennyi ideig szomorkodott és bánkódott azon, hogy a szeretett fia, akit szeretett, különlegesebben, mint a többit, nincsen. De a Jóisten csodálatos alkalmat adott még a részére, hogy megtudhatta azt is, hogy hazugság volt az, amit mondtak az ő többi testvérei, fiai,
És eljött arra a pillanatra, és elérte azt a pillanatot, amikor megtudta, hogy az ő fia József él. És mit tesz, amikor megtudta ezt, azt mondja, lemegyek hát, hogy meglássam őt. Örülnétek, ha most Jézus besétálna itt az imaházba? Mit gondoltok? Úgy testben, ahogy földi életében volt. Tudnánk örülni? Felismernők, hogy ő az? Tudnánk-e annak örülni, hogy ennyi éven keresztül a múltban vezetett, és most eljött? De tudom azt is, hogy az advent egyház azt várja, hogy visszajöjjön. És akkor lesz, akiknek öröm lesz, és lesz, akiknek nem lesz öröm abban. Nem lesz részük abban az örömben, hogy ő el fog jönni. Vannak földi és mennyei örömök. A földi örömök külső történésektől függenek. Valami külső dolog történt, és örvendeni tudunk. Függően attól tölti el a mi szívünket öröm, amikor megláthassuk őt, ahogy ígérve van. A Jobb pátriárka a 20. fejezetének 5 versében valami csodálatost fejez ki. Jobb pátriárkának 20. fejezetének 5 versét szeretném, hogy együtt olvassuk. Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó. És a képmutató öröm egy szempillantásig való? Kérdés. Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó. Melyik csoportba tartozok én, vagy melyik csoportba tartozol te? Mert azt mondja, és a képmutató öröm egy szempillantásig tart, ha csak képmutatás, egy szempillantásig tarthat. De ha igazi öröm, amelyet Isten részéről kapunk, az lehet örökké valami részünkre. És figyeljük meg a következő mondatot. Ahogy közeledünk a véghez, minden öröm alkonyra száll. Miért? Ezt már érezzük mi is, ahogy közeledünk a vég felé, földünk történelmének vége felé, minden alkonyra száll. Az Ézsaiás próféta bátorítólag azt mondja a 24. fejezetének 11. versében, az Ézsaiás 24 és a 11. vers. Azt mondja, hogy az utcákon panaszkodás hallik a bor miatt. Minden öröm alkonyra szállt, a föld vígassága elköltözött. Ha valaki annak tudott örvendezni, amely el tud szállni, az egy múlandó öröm volt. De részünkre, mindannyiunk részére egy olyan öröm van lehetőségünkbe áll, amely örökké tartó. Eztet kell, hogy szeressük, eztet kell, hogy elfogadjuk. Sokan élnek, akiknek a földi örömökből csak kevés vagy semmi sem jutott. A földi örömökről van említés. Minden 65 emberből a feljegyzések szerint csak egynek vannak földi örömei. De az öröm másik változata a Krisztusban való öröm és a Szentlélek öröme. Pál apostol erre azt mondja, az igazi örömnek hív, örüljetek az Úrban, erre hív bennünket Pál apostol. Örüljetek az Úrban, és ismét mondom néktek, örüljetek.
Ha az Úrban való öröm helyet kap szívünkben, helyet kap és helyet talál életünkben és szívünkben, akkor ezt az örömet külső események változásai nem tudják befolyásolni. Mert az isteni ajándék azok részére, akik elfogadják őt. Ez az öröm a Szentlélek fáján terem. A Galata 5 rész 22. versében gondolom sokan tudjuk kívülről, de a léleknek öröme, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. S utólag oda van mondva, mi? Az ilyenek ellen nincsen törvény. Az örömnek tudjátok azt, hogy van egy eredeti forrása? Kitől kaphatjuk azt az eredeti forrást? Az örömnek van egy csodálatos forrása. Isten lényéből árad. Nem emberi öröm, nem emberi kitalálmány, hanem Isten lényéből, az ő jelleméből. A szeretet és az öröm a Zsoltáríró szerint a 16. fejezetnek 11. versében, szeretném ezt is még elolvasni, Zsoltár 16.11. Zsoltár 16 és 11 versét olvasom. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Ki tanít az élet ösvényének örömére? A Zsoltáríró úgy határozta meg, és úgy jegyezi fel a mi részünkre, te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. A te jobbodon, a te oldaladon, a te részedről. Nem kapunk mást, egyebet csak gyönyörűségek vannak örökké. Még megemlíthetünk más gondolatokat is az örömmel kapcsolatosan. Isten a világosság és az öröm istene. Ugyancsak a Zsoltáríróhoz szeretnék jönni, a 43. fejezetének 4 versét olvasva, Zsoltár 43, 4 verse. Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem. Hallottam, hogy volt valamikor Újfehértón zenekar. Hallottam azt is, hogy volt énekkar is. Gondoljátok, hogy ez csak addig kellett, hogy legyen, ameddig volt, csak én úgy hallottam. Nem volt részem, hogy lássam vagy halljam. Valamikor azt mondtam a gyülekezetemben, szeretném, hogyha ezek újból visszajöjjenek. Nálunk is volt Amerikában, nagyon szép zenekarunk volt. Nagyon szerettük a zenét, nagyon szerettük az énekkart. De valaki nem örvendezett. Mi hiába örventünk, mert erősebb volt az, aki tönkretette az emberi örömét. Lehetséges lenne még most is az, vagy nincs arra már lehetőség, hogy visszajöjjenek azon régi szép idők, amiben tudtunk örvendezni? Nem gondolom. Bármennyire is komorak a felhők felettünk, bármennyire is nehezek az idők, de én hiszem, hogyha őszintén akarunk örvendezni az Úrban, akkor, mert a Zsoltáríró is azt mondja, meghív, a másik helyt azt mondja, hogy jöjjünk, citerával, hangszerekkel, és dicsőítsük Istent.
Tudjátok, mit hoz létre a gyülekezeti életben az énekkar és a zenekar? Az embert közelebb hozza Isten igének megértésére, Istenhez való vonzódásra, Istennek szeretetét élvezve, örömben. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy most már ezt meg kell tenni, amit én mondtam. Ez csak egy ajánlat. Ez csak egy lehetőség. Mindaddig, ameddig vannak testvéreink között olyanok, akik tudnak hangszerrel játszani, ez egy lehetőség. És létre lehet hozni. És higgyétek el, hogy vonzóvá lehet a gyülekezet mások számára is, akik még most nincsenek jelen. Az is egy misszió tevékenység lehetne a gyülekezet részéről, amikor bemutatná azt ott, hogy Isten dicsőítésben lehet része bárkinek, aki jelen van, és megjelenik egy ilyen körülmények között. Azt mondja, amit említettem, a Zsoltárírónál olvastam, hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem. A Zsoltár 95. fejezetének első versét szeretném még olvasni. Zsoltár 95, lehet, hogy éppen az van itten írva. Nem vagyok biztos benne, de hadd olvassuk el. Nincs semmi baj abba, ha elolvassuk még egyszer. Én az 59-est néztem. A 95. fejezet első versét olvasom. Ugyanaz, jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk, amely szabadításunk kősziklájának. Az egy másik helyt van, amikor azt mondja, hogy citerával, tízhúrú hangszerrel dicsőítsük Istent. Kinek kell eztet a dicsőítést hozni? Azt mondja, ami szabadításunk kősziklájának, ami szabadításunk Istenének. Mi az evangéliumnak jó híre részünkre, mindannyiunk részére? Az evangéliumnak jó híre a legcsodálatosabb öröm. Isten gyermekei nem csak a mennyei öröm birtokosai, de örömet közvetítők is, örömnek közvetítője is mások részére. Isten minden gyermeke elmondhatja a prófétával együtt. Az Ézsaiás prófétának 61. fejezetének 10 versében, Ézsaiás 61 és 10. versében a következőket olvasom. 61 és 10. 56-61. Jó van. Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdnek ruhájával öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény, aki papmódjára ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességét. Erre vagyunk meghívva az Ézsaiás prófétán keresztül. Örvendezvén örvendezzünk az Úrban. Nem egy mullandó, hiába való dologban, mert sok ember van, aki abban tudja igazán az örömét kifejezni, ami mullandó. De nem arra vagyunk elhívva, hanem örvendezzünk az Úrban, ami szabadításunk Istenében. Kedves testvéreim! Ma egy meghívást kaptunk. És ugyancsak az Ézsaiás próféta válaszol erre a meghívásra. Vagy én és te kellene tulajdonképpen. Az Ézsaiás 12. fejezetének 3 versében
figyeljük meg, hogy mire hív bennünket. A 12. fejezet 3. versét olvasom. S örömmel merítek vizet a szabadító kútfejéből. Istennek szabadításának kútfejéből. Neked és nekem lehetőséged van, hogy belemerítsünk, hogy ebben az örömben legyen részünk. Hányszor alkalmas, hogy találkozzál a te örömmel telt Istenednek szabadításában? Elég részemre vagy részedre, ha egy héten egyszer eljövök szombaton imaházban, itt vagyok, tanulmányozok? Vagy talán van még egy kicsit több feladat is, elhivatásunk? Nem más részére, saját lelki életünkre. Saját lelki életünkre egy héten egyszer elég? Valaki azt mondta, hogy sokan elmennek Isten tiszteletre, hogy legyen idejük egész héten elfelejteni azt, amit hallottak. Én nem azt szeretném tanácsolni és ajánlani nektek, hogy így tegyünk. Legyünk mindennapi keresztények, mindennapi adventisták, legyünk minden nap kapcsolatba Istennel. A hitélet csak akkor létezik, és csak akkor igazán hitélet, ha minden nap van kapcsolatunk Jézus Krisztussal. Lehetséges az még mindannyiunk részére, hogy a kapcsolat közben még elbeszélgethessünk Istenünkkel, Jézus Krisztussal, a mi megváltónkkal. Mert naponként szükséges találkoznunk örömünk Istenével, mert a teljes öröm van nála kifogyhatatlan. Lehet, hogy a múlandó, hiába való örömök elfogynak. És mi váltja fel akkor? Felváltja a szomorúság vagy a bánat. De a Jézus Krisztustól kapott öröm, amely szabadításnak kútforrása, kifogyhatatlan mindannyiunk részére. Az Úr Jézus valamit elmondott az ő földi élete idején. A János 15. fejezetének 11. versében. Hadd olvassuk el ezt is. János evangéliumának 15. fejezetének a 11. versét. Figyeljük meg, hogy mit hallunk itt az ígén keresztül. 15 rész, 11 vers. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömötek beteljék. Miről beszélt Jézus? Mert azt mondja, hogy ezeket már beszéltem, ezeket elmondtam néktek. Csak úgy tud megmaradni bennünk, amit ő elmondott? Ha figyeljük, és ha megértsük, és ha többször halljuk, talán jobban megértsük? Mert ő azt mondta, ezeket beszéltem néktek, a tanítványokhoz beszél. Hogy megmaradjon ti bennetek, hogy megmaradjon mi bennünk a szeretet, az öröm, a békesség. Másképpen nincs rendelkezésünkre ezen dolgok, csak őtől lekaphatjuk. A mást, amit kaphatunk, csak múlandók és ideig valók, de nem igazán valóságos. Még egy meghívás következik. Jöjj Jézushoz, a béke fejedelméhez. Dávid, amikor észrevette, hogy elveszítette az Istentől kapott örömöt, mit tett? Félreállt? Nem törődött már tovább? Nem. Elkezdett komolyan imádkozni Istenhez. És azt mondja,
az 51. fejezetének 14. versében, add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Sokszor valójában kevésbé tudunk örvendeni, kevésbé tudjuk teljesíteni az akaratát, ha nincs támogatás Isten részéről. Figyeljük meg azt, hogy amikor részünk van az örömben, azt ott azzal mit kell tenni. Ha örömöd van, tartsd meg magadnak. Én nem úgy gondolom. Ha örömöd van, oszd meg másokkal is. Az Úr Jézus példázataiban van egy pár példázata, amikor különlegesen olyan példázat van, mint például, amikor az asszony elveszítette az ő drakmáját, amikor a Lukács evangélium a 15. fejezetében fel van jegyezve a tékozló fiú példázata, és még van ott más példázat is. Mit tett az az asszony, amikor megtalálta, mindent felkutatott a házba, hogy megtalálja azt, amit elveszített? Azt mondja, hogy összehívta, kiket hívott össze? Az ő barátnőit, az ő rokonait, szomszédjait, és mit mondott? Gyertek, örüljetek. Minek? Mert ami elveszett, megtaláltatott. Nem, de ez kellene mi, a mi életünkben is, ez az öröm láthatóvá váljon, hogy amikor örömünk van, amiben valamilyen formán maga az Úr részesített, osszuk meg azokkal, akiknek nincs örömük. Annyi sok szegény, idős személyek vannak, akiknek nincs örömük. Legyünk olyan személyek, akiket elhívott ezért maga az Úr Jézus, hogy osszuk meg a mi örömünket azokkal, akiknek nincsen örömük. Vajon az apostol lehetségesnek látta, vagy kívánta? Ahogy mondta és tanította azokat a hallgatókat, akik hallgatták az ő igéjét, hogy mindenkor örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. Még a háborúságban is lehet öröm. Lehet örülni akkor is, amikor szomorúság vagy bánat ér bennünket. Valaki azt mondta nekem egy alkalomkor, adtál-e hálát azért, hogy valami olyan dolog jött életedbe, amit nem szerettél? Hát mondom, azért kell, hogy hálát adni. Ami nem öröm, hanem bánat. És azt mondta, igen, azért is. Mert ha az Úrtól jött az, ami történt életedbe, azt mondta, akkor az azért van. Miért? Hogy az Úr még mindig foglalkozik velünk. Még mindig akarja az üdvösséget adni a mi részünkre. És azért enged meg olyat, hogy feleszméljünk és belegondoljunk abban, hogy mi a tennivaló a következőkben. Az apostol szívét öröm töltötte el, akkor is, ha bántalmazták őket. És egy rövid említést teszek csak Pál és Silásról. Bilincsekbe van verve, lábuk, kezük, börtönbe vannak, és mit tesznek? El vannak szomorodva? Nem. Mit tettek? Énekeltek. Örömüket fejezték ki Isten iránt. Még akkor is, amikor meg volt szabva, hogy nekik már nem lehet szabadon járni, hanem be vannak zárva. Az egyik elbeszélésben hallottam, tudjátok, hogy milyen misszió munkát végzett Pál apostol akkor, amikor a börtönben bilincsek voltak a kezein?
Azt mondta az egyik őrnek, szeretnék egy darab papírt hozni. Abban az időben nem tudom, papír volt, vagy tekercs, vagy mi volt. És a szolga, vagyis az őr elmegy és hoz. Szeretnék egy írószert is. Elmegy és azt is hozza. És ahogy oda van láncolva, azt mondja az őr az ő kezéhez, minden egyes szót látod, hogy mit írt le arra, amit kapott. Minden egyes szót látott, és mindent látott, hogy mi történik, és ezáltal is mit tett? Misszió munkát végzett. Még akkor is, mikor bilincsekbe volt az ő kezei. Lehet, hogy nekünk nincsen bilincsekbe a kezünk, és gondolom, hogy nincsen jelenleg, akik itt vagyunk. De mennyire érezzük magunkat, hogy Isten azért hívott el bennünket, hogy misszió munkásai legyünk másoknak. Mi az életben meg kell találjuk azt a helyet, meg kell találjuk azt az útat, hogy hogyan tudunk családtagjainkkal, gyermekeinkkel, lehet unokáinkkal, vagy testvéreinkkel, hozzánk tartozóinkkal, vagy egész kívülvalókkal hogyan tudnunk kapcsolatba jönni, hogy elmondjuk azt az örömet, hogy elmondjuk azt a szeretetet, amelyet kaptunk Jézus Krisztustól. A következőkben az van feljegyezve, akik Istent szeretik, minden javukra van. A kérdés az, miként szolgáljuk az Urat? Hadd olvassuk el a Zsoltárírónak a 100. fejezetének 2. versét. Zsoltár 100. fejezet, 2. verse. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, bocsánat, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Miért kell ezt tenni? Tévedésből a 3. verset kezdtem olvasni, de most elolvasom azt is, hogy miért. Azt mondja, s ismétlem, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Bármit végezünk Jézusért, tegyük, hogy? Szomorú arccal, szomorú szívvel. Tegyük örömmel. Akkor lesz érték a mi életünkben az örömnek, ha bármit teszünk, úgy tesszük és úgy végezzük feladatunkat a mindennapi életben, mint ahogy mondta valaki nekem, mindent, amit teszek, úgy teszem, mint az Úrnak tenném. Vannak olyan kifejezések, hogy hát ez úgy dolgozik csak, minthogyha másoknak. De ha én úgy dolgozok, mintha magamnak dolgoznák, a mindennapi életben, vagy az Úrnak, abban van különbség. Földi küzdelmünk, harcunk, kilátott szenvedésünk, vagy láthatatlan szenvedésünk, ami bejöhet életünkben, örökké tartó öröm vár reánk. Mindazok elmúltával a földi küzdelmek, harcunk, szenvedésünk, örökké tartó öröm vár reánk, azt mondja az Ézsaiás próféta 35. fejezetének 10. versében. Legyünk biztosak abban, hogy mi is van írva a 35. fejezetének 10. versében. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újongás között Sionban jönnek,
és örök örömfejükön vígasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Várjuk ezt? Gondolom, mindannyian várjuk. De ha a Jóisten megenged olyan dolgot, akkor is kell várjuk. Azt szokták mondani, hogy ha ma beborult, holnap kivilágozhatik, kivilágosodhatik. A fejezések szerint sokan tévesen képzelik el Krisztus jellemét és életét. Miért? Nem lehet követni? Nem lehet az ő útján járni, azért történik meg, hogy tévesen képzeljük el Krisztus jellemét és életét? Nem. Azt hiszik, hogy nem volt életében melegség és napfény, hogy mindig komoly, szigorú és örömtelen volt. Nem így van. Bármikor, még ha beszédét is hallgatjuk, azt halljuk, hogy mindig szelíd és alázatos hangokat ejtett ki ajkán, és olyan példát adott mindannyiunk részére, amikor megtanulhassuk abból az ő életéből, hogy milyen csodálatos Jézus Krisztus szerető megváltónk volt és van mindannyiunk részére, ha elfogadjuk. És mi fogja bizonyítani ezt, hogy megértettük Jézus életét? Mi fogja bizonyítani? Keresztényi élettapasztalat bizonyítékát lássuk életünkben, ha az ő életét szemlélve igyekszünk lemásolni az ő életét. Köszönöm türelmeteket, köszönöm, hogy a Jóisten arra vezette az én gondolatomat, hogy próbáljuk arra irányítani a mi életünket és figyelmünket, hogy örvendezzünk ő benne, mert az öröm tesz boldogá bennünket, és az a remény, amelyet ő öntött szívünkben, hogy örök életbe részesítsen. Mert ezt tette az ő élete árán, hogy nekünk, az ő halála által, hogy nekünk életünk legyen. Szeretnék egy verset is elmondani. A címe az Ezen az úton. Ezen az úton virág nem terem, nincsen öröm, csak kín és gyötrelem. Ezen az ösvényen madár nem dalol, felhők borítják erre a napot, és én mégis ezen az úton haladok. Mehetnék arra, ahol a nap ragyog, hol szép, tűzzel égnek a csillagok. Mehetnék ott, ahol tündököl a nyár, virágok úsznak a gyönyör taván, hol a mámor örömmel integet, s én arra felé mégse nem megyek. Úgy elsuhan ez a parányi élet, az örömök tüze hamar kiég, elillannak a napok s a nyarak, minden helyébe csak üszög marad. Elhalkul gyorsan a vígdáridó, és mindent betemet a homok. Hazug súgár az, amely arra vezet, hol nincsen más, csak hitvány élvezet. Kinek lelkében csak ívágy dobog, azt hamar betemeti a homok. Legyen út, ami inkább csendes sivály, járjam békében a kálváriát. Hol nincsenek virágok, ciprusok, azon az úton Jézushoz jutok. Amen.